Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a mai rendezvényen, ami rendhagyó abban a formában is, ahogy a Mi Hazánk mozgalom elindította ezt a kezdeményezést, amely nagyon sok szempontból túlmutat a hagyományos, megszokott piaci kereteken, ugyanis az is az egyik célja ennek a rendezvénynek, hogy az emberek amellett, hogy találkoznak, beszélgetnek, egymással, a termelőkkel tudnak konzultálni, de vissza lehet állítani azt a bizalmat a fogyasztó és a termelő között, amelynek az a bizalmi szál, ami nagyon sok szempontból megromolhatott az utóbbi időben. Ennek rengeteg oka van, majd ezekről a témákról is beszélnénk, és mielőtt belevágnánk a közepébe, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Palic Ildikót, a Kosárközösség országos hálózat egyik alapítóját. Engem úgy hívnak, hogy Szakács Árpád, és Dúró Dóra, az országgyűlés alelnökének, képviselőasszonynak vagyok a munkatársa, segítője. Mielőtt még inkább belemennénk a mai témánk lényegi tartalmába, engedjék meg, az is az egyik apropója annak, hogy a Kosárközösség vezetője, Kosárközösség alapítója itt van velünk, hogy ők is egy hasonló úton, egy hasonló kezdeményezést indítottak el, és a hazai vásár nem konkurenciája, hanem kiegészítője annak a gondolatnak, és annak a filozófiának, annak a gondolatrendszernek, aminek keretében ők már jóval korábban országos hálózati szinten, országos hálózati keretben is megtudták a lehetetlent csinálni, hiszen aki tisztában van ennek a rendszernek, ennek a keretnek a nehézségeivel, az tudja, hogy nem akármi a mai globális hálózatrendszerekhez tartozó élelmiszer üzemeket kiszolgáló bolthálózatokkal felvenni a küzdelmet, és egészséges, megbízható élelmiszerrel ellátni a lakosokat, a magyarokat, az embereket. Az első kérdésem az lenne, és nyilván az is egy fontos dolog, hogy mi volt ennek a kezdeményezésnek az első gondolata, hogy el kell indulni a kosárközösségek hálózatán, hálózatrendszerén keresztül. Még mielőtt ezt boncolgatnánk, ha megtenné, hogy röviden bemutatná, hogy mi is ez a kosárközösség, ami most már országos hálózattán nőtte ki magát. Tehát a kosárközösségek bevásárló közösségek, ahol emberek arra szerveződnek egy rendszeren keresztül, hogy a helyi termelő és a helyi termék iránt fogékony ember könnyen megtalálja magát az év minden napjában, hónapjában. Létrehoztunk egy platformot, ez egy webáruház, ahol lehetőség van a termelőknek kapcsolódni egy szerződések, megbeszélések után egy regisztrációval, és ők megjelenítik a felületen a termékeiket, kínálatukat, ami épp aktuális, ők lesznek a terméknek a további értékesítői, tehát ők fogják a termékről elmondani a róla való ismereteket, és ők fogják az árát meghatározni. Ezen a felületen akkor a termék ezzel láthatóvá válik, és a vevők, mint bármilyen más webáruházba, nézegetve a képeket, elolvasva a hozzátartalmazó információkat, tartó információkat, bekattingatják a kosarokba. És ezáltal egy előrendelési ciklusba kerülnek. A webáruháznak lesz egy határideje, amikor automatikusan lezár, kiküldi az információkat a termelőknek, ki, mit, milyen mennyiségben vásárol tőlük. Van egy-másfél napjuk, hogy összekészítsék, vagy elkészítsék a terméket. Van, aki csak a polcra lemeli le, valakinek le kell vágni az állatot, tehát hosszabb, rövidebb az előkészítési folyamat. És aztán egy megfelelő helyre, egy úgynevezett átadási pontra, vagy ma már kosárházaknak nevezett pontra elviszi a termékét, ahol az a civil szerveződés önkéntes csapata fogadja őt, aki a terméket tőle átveszi egy megfelelő folyamaton átmenve,
és elengedi őket, hogy menjenek vissza a termelés megfelelő helyére, és végezzék a dolgokat, hiszen a termék előállítása egy nagyon időigényes folyamat. A kereskedés az ugyanúgy egy időigényes folyamat, de mi ezt a kereskedelmet vesszük át tőlük, de nem a gazdasági értelemben kereskedünk, hanem a vevőt megvárjuk a termékeiért, és ez lesz majd a napnak a másik szakasza, mikor a termelők már ugyanúgy tevékenykednek a saját életterületekön, és ez az önkéntes csapat segíti a termékeknek a vevőhöz való jutását az utolsó embernek este 6 órakor is. És tulajdonképpen ez az összefogás az, ami hétről hétre ismétlődik, és ezáltal egyre több termelő tud új piacot találni, elsősorban olyan piacot, ami nem a klasszikus értelembe vett piaca volt, ahova kiment, vitte a portékáját, jöttek a vevői, hanem olyan emberek, akik eddig a multiba jártak, és most azt mondják, hogy erre a tudatosabb fogyasztásra megérkeznek, és ezt a rendszert fogják használni, és így kapcsolódni a helyi termékekhez, helyi termelőkhöz. Ugye ma, a mai napjainkban is, ha egy család a legalapvetőbb élelmiszer szükségleteit meg akarja vásárolni, akkor legnagyobb számban, legnagyobb valószínűséggel elmegy a legközelebbi külföldi szupermarketbe, ahol megtölti a kosarát, majd hazamegy. Ez az egyik változat. Jobb esetben, és ez már a kisebbséghez tartozó magatartás forma, hogyha elmegy a helyi piacra, és ott próbálja a legalapvetőbb élelmiszert összegyűjteni, megvásárolni a családjának. Miért nem volt jó ez a forma a kosárközösség elindítóinak, önnek is? Miért gondolták azt, hogy valami más innovációt, egy más gondolatot is bele kell vinni, egy más irányt is meg kellene határozni azzal kapcsolatban, ami a legfontosabb élelmiszerek beszerzésére irányul? Tehát miért nem volt jó, ami eddig volt, vagy ami van? Hát egy kicsit messzebbről indultunk, más volt a motivációnk, mint hogy nem jó az élelmiszer, megfelelő élelmiszer. Mi ott Nyíregyházán elég közel vagyunk még a földhöz, a földekhez. Sok embernek van kiskert, vagy a szülők, meg soknak persze már nincsen, de ott még nem vagyunk olyan messze a vidéktől, mint esetleg a nagyobb városokban. Fontos, hogy Nyíregyházáról indult el ez a kezdeményezés. Igen. És amikor mi összefogásra buzdítjuk magunkat és a barátainkat, az a 2008-12-es gazdasági hitelválság után van, amikor egy gazdasági problémát érzékelünk, hogy nincs az embereknek pénz, költő pénz a zsebükbe, amit élelmiszerre és az alapvető dolgokra költenének, mert a megnövekedett hitelek és a mindenféle pénzszivattyú kiviszi nem csak a zsebükből, hanem még az országból is a pénzt. És ez a gondolkodás hozta létre azt a mozgalmat, amiben a helyi gazdaságot úgy szerettük volna megerősíteni, hogy minél több pénzt próbáljunk Nyíregyházán a városban tartani, és erre elsősorban a helyi élelmiszer nyújtotta azt a lehetőséget, ami mentén össze tudtunk fogni. Egyrészt az összefogásban az élelmiszer tud minél több embert összehozni, és a helyi élelmiszer az pedig a helyben maradt pénznek a megnyilvánulása. És akkor kellett megkeresni azokat az embereket, hogy hányan vannak még, mert a piac nagy része az általában a kereskedőkkel van ma már tele, és nem a valódi kistermelőkkel, őstermelőkkel. Tehát itt is egy felismerést kellett tennünk, hogy amit látunk termékkínálatban, hogyha így gazdasági oldalról nézem, hogy kik azok az emberek, akik leginkább itt termelnek, itt adóznak, itt fognak munkahelyet adni másoknak, akkor a legsűrűbb és a legigazabb példái azok az emberek, akik a vállalkozásukat erre az alapvető gazdasági tevékenységre alapozzák. Tehát őket kellett megkeresni. És aztán majd utána jövünk rá, ahogy megy a mozgalom előre, hogy nem csak gazdasági kérdés és probléma van, hanem ökológiai probléma van, egészséges táplálkozás probléma van, szociális probléma van a munkanélküliségen keresztül, és amit érzékelünk az induláskor, nekem legalábbis ez volt a legfájóbb, és a mai napig is, hogy mennyi ember hagyta el akkor az országot, már nem csak Nyíregyházát, hogy megyünk Pestre, meg Dunántúra, hanem az országot, azért, hogy a hitelt és a családot tudja menteni. És vállaltak olyan munkát, ami nem az életkoruknak, végzettségüknek, stb. Megfelelő. És azt gondoltuk, hogy muszáj összefogni, hogy ez a szociális válság ne gyűrözzön tovább, gazdaságit is mindent magával véve.
Tehát ez az első mozzanat, és utána jövünk rá, hogy hát van itt még miről beszélni, hogy a helyi, vagy egyáltalán az élelmiszer, az hogyan tudja az ökológiai lábnyomat minél kisebbre venni, hogyan tudja a regeneráló erőt a földekbe visszaadni, milyen típusú termelés, amiből származanak az élelmiszereink, hogy aztán az ökológiai rendszerek is működőképesek legyenek, és akkor ugye az idei nyár az aztán annak is megmutathatta, aki még esetleg hitetlenkedett abban, hogy a talajjal foglalkozni kellene. Aztán van a beltalajunk, a bél probléma, hogy mennyi ember küszködik a kiválasztási felszívódás és mindenféle gondokkal, egészségügyi gondokkal, aminek a gyökere meg az a junk food, amire szoktattak minket a multi kínálatából. Tehát akkor meg kell nézni, hogy van feldolgozva a termék, milyen mezőgazdasági módból származik, ki állítja elő a terméket, és honnan származik az ő elé állított terméke. Őstermelő, kistermelő az önmaga által megtermeltet, még feldolgozza. De azok az élelmiszer vállalkozások, akik erre adják a fejüket, hogy élelmiszert állítunk elő, azoknak lehetőségük van előállítani az alapanyagot, vagy vásárolni. Ha már a vásárlás felé megy egy vállalkozás, akkor pedig kinyílik a globális piac, és kinyílik vele minden, a bio alapanyagtól kezdve a GMO módosított, és annak a széles spektrumán. És ha ezek az alapanyagok vannak feldolgozva az élelmiszerbe, meg még megkapja a sok e-anyagot, és mindent, amit már ebben a témakörben most még riasztóbb eseteknek a rovarfehérjéktől kezdve, akkor ott már kész az az életmód, ami nem éltet, hanem csak a betegségeket szaporítja bennünk. És hogyha még ez is kevés volt, akkor a szütyőmozgalmak is nagyon virultak ebben a mozgalomban, amikor rájöttünk arra, hogy a csomagolás kérdése is egy kis közösség megoldhatja, hogy minél kevesebb, vagy minél inkább körforgásban maradó csomagolóanyagot használjunk. És akkor így jön létre ez az egész fenntarthatósági mozgalom, a fenntarthatóságnak minden szempontját valahogy kezelve. És hát a helyben termelt élelmiszer, ha eljut a helyben a fogyasztóhoz, akkor nem fordulhat elő az az elképesztő eset, ami saját példámon keresztül, és a saját példámon keresztül is átéltem, amikor nem is olyan régen egy kis településen bementem egy magyar üzletlánc, magyar tulajdonú és magyar nevű üzletláncba, ahol hagymát, babot és lencsét szerettem volna vásárolni. A bab vagy a lencse, most nem emlékszem a kettő közül, az egyik, az Kanadából származott, a másik az pedig Etiópiából, a hagyma az pedig Kínából. Gondoljanak bele, micsoda környezeti lábnyoma van egy ilyen élelmiszer ide szállításának, és milyen bonyolult logisztikai és egyéb kérdései vannak. Ami pedig az egészséges táplálkozást illeti, sajnálatos módon a magyarországi médiák meglehetősen keveset foglalkoznak az ultrafeldolgozott élelmiszerek problémáival, ami azzal áll kapcsolatban, hogy rengeteg betegségnek pont ez okozza a hátterét, és mindenhol, minden reklámon a különböző ultrafeldolgozott gyorsétteremláncoknak a különböző részeit láthatjuk, mint kényelmi megoldást, holott nagyon sokan nem is gondolnák, hogy szó szerint mérget esznek, vagy méreggel etetik a családjuk, a gyerekeiket, ha ilyen helyen táplálkoznak. Még ha ritkán is, akkor is veszélyesek ezek a ultrafeldolgozott élelmiszerek. Tehát ez is egy kiemelt fontosságú dolog akkor a kosárközösségnek, mint kezdeményezésnek. És akkor elindult, meg lett az első ilyen boltjuk ebben a pillanatban, akkor abban a pillanatban, és utána hogy kezdett el ezt terjedni, tehát ezt hogyan tudták, ezt a fajta nézőpontot, nagyon szimpatikus nézőpontot továbbvinni, tovább terjeszteni, mások hát számára is elérhetővé tenni. Körülbelül 5 éves időszak az, amikor csak a belső folyamatokat fejlesztjük, egyre több termék, egyre több termelő, egyre több vevő, és ennek a komplex átadási folyamatát kidolgozni, hűtési lánctól kezdve a másik termék törékeny, bármi. És persze, ahogy működtünk, és a Facebook posztok, és a honlapunk, és videók hírét vitték a tevékenységünket az országban, sok ember számára, és ők kerestek. Hány meg. Helyen vannak most jelenleg az országban? Hát 30 felett van már a számuk, akik most működnek. És megkerestek minket, hogy mondjuk el, hogyan csináljuk. És először próbáltuk levelezésbe, telefonálásba, hát szóval nincs ez az idő, hogy elmondjuk.
És valahogy olyan 7 éves működésünkbe érkezett meg az a gondolat, hogy hát már észre kell venni, hogy annyi mindent tudunk ebben a témában, olyan tudás van a kezünkben, hogy ezt valahogy csomagolni kellene, és egy az egybe átadni. És ekkor indítottunk el egy programot ennek a bevásárló közösség indítására. Egy napot töltöttünk a hétvégén, általában Budapesten, ahol 20-30 ember érkezett meg. Tehát minden képzés nagyon ember léptékű volt, mindenki szemébe tudtunk nézni, minden kérdésre tudtunk válaszolni. És akkor 3 oldalról tárgyaltuk végig a témát, hogy jogilag, tehát ebbe a jogi környezetbe ez a bevásárló közösség, mert ez nem piac, nem webáruház, nem bolt, nem vásár, ami a megszokott formák, tehát hogy ebbe a jogi környezetbe hogy tudjuk beilleszteni. Ebbe a gazdasági környezetbe, ahol szemleadási kötelezettség, tehát minden, ami a gazdasági részhez tartozik, és milyen a közösségi, mert ugye ez egy önkéntes mozgalomban működtetett rendszer, hogy ez a 3 szabályszerűségei és a meglévő elemekből lehet dolgozni, mert hogy nem egy underground mozgalmat akartunk, hanem amit így ki lehet tenni a napfényre. És bármelyik hatóság, bárki ember, bármilyen folyamat megcsodálhatja, és kijavíthatja, ha hiba van, de leginkább éltessük. És akkor így indultak el ezek a képzések. Hát már benne voltunk a Covid-ban, mire talán ezek a képzés számok úgy lementek, és azt éreztük, hogy nem történik semmi, semmi lényeges, mert az emberek akarnak valamit, aztán mégsem történik. Akarnak valamit, mégsem történik. És akkor azt gondoltuk végig, hogy talán miért, és arra megállapításra jutottunk, hogy valószínű ez a projekt típusú gondolkodás, hogy az ideától a megvalósulásig hogy jutok el, ez nem mindenki számára evidens. És akkor ezt egy programot írtunk erre is, ez lett az egy lépés kampány, hogy mindig egyet kell lépni, mit kell csinálni utána, mit kell csinálni utána. Ebből lett egy checklista, ha úgy tetszik. És akkor ezt adtuk át azoknak az embereknek, akik már a mozgalomban megjelentek, mint érdeklődők. És ahogy ez elindult, és ment városról városra a mi programunk alapján, vagy az ajánlott program alapján, mindenhol összejöttek az emberek erre a hívószóra. Ha volt jó forgatókönyv, ami nem a bajokba, a sápítozásba, nem tudom mibe fakad, hanem ebben a menjünk előre, szisztematikusan, akkor így tudtak létrejönni azok a bevásárlóközösségek, ahol lett egy magnyi ember, 2, 3, 5, 8, 10, 20, 30, attól függ kisváros, nagyváros, vagy milyen volt a mozgatóerő, és hát így tudtak felállni ezek a bevásárlóközösségek működőképesen, illetve amit mi még az idő alatt kifejlesztettünk, az egy speciális webáruház, ami nem csak kínálja a terméket, hanem az átadási folyamatoknak megfelelő verziókat is működteti, mert hiszen itt nem csak az van, hogy valamit megveszünk darabra, vagy 2 veszünk, vagy akciósáról, mint egy könyvet árusító webáruházban, hanem nagyon sok a változó, hogy 25 dek a kolbász kértem, de 28-at vágtak, vagy kevesebbet, és akkor vagy többet, vagy kevesebbet fizetni, vagy na, szóval sok ilyen történet van. És amikor ezt a webáruházat is létrehoztuk, tehát ez egy saját fejlesztésű szoftver, sok idő ment el vele, akkor utána azt gondoltuk, hogy ez nem maradhat a mi kincsünk, hanem ez a technika egy olyan dolog, amit lehet másolni és másoknak átadni. És ez az eszköz tette még jobban járhatóvá, hogy ezt az utat a többiek is járni tudják. És hát ha jól értettem, akkor ki is emelte, fel is hívta a figyelmet, hogy milyen fontos annak a ténynek a tudomásul vétele, hogy a helyben termelt élelmiszer, ha a helyi fogyasztóhoz kerül, akkor a pénz is ott marad a helyi gazdaságban, magyarán a helyi közösséget is erősítik ezáltal. Végeztek korábban bármilyen számítást arra vonatkozóan, hogy mi az a pénzmennyiség, ami kimegy az országból a multi élelmiszer ellátókon keresztül, mert tehát hogyha ott vásárolunk, akkor milyen összeg az, ami tényleg kimegy profitként, vagy mindenféle egyéb formában? Végeztek erre bármilyen kimutatást? Hát a magunk eszközeivel kosár statisztikai hivatalt felállítottuk, és böngésztünk az interneten a különböző multiknak az oldalain, hogy milyen jelentéseik vannak, és hát azokból próbáltunk számokat, arányokat. De inkább abban kezdtünk el gondolkodni, hogy talán nem is a szám, ami egyébként nagyon nagy, hanem azt próbáljuk meg érzékelni, hogy milyen mennyiség van mögötte, amit ha megfordítanánk, abban milyen erő rejlik. És akkor körülbelül erre a 10-90%-os arányra jutottunk,
a multiki a 90% és a helyi gazdasági a 10%. Ebben a helyi gazdaságban már az is benne van, hogy a piacon kereskedők kereskednek, de azt is le lehet ugye fejteni, hogyha már egy magyar kereskedő megveszi egy magyar, szóval az sem a legrosszabb, csak nem a tiszta példa. Szóval ez a 90-10%, és inkább azt próbáltuk például ezeken a képzéseken megmutatni, hogy minden városból érkező, vagy helységből érkező ember, meg ma a csapat, próbálja azt végig számolni, hogy hányan laknak az ő városukban, hogyha mondjuk egy ember átlag 2000 forintot költ napi élelmezésre, akkor a lakosok száma szorozva, 2000-rel szorozva az év napjaival, az egy hatalmas összeg. Ha ennek a 90-10% elosztását megnézzük, akkor láthatjuk, hogy mit engedünk ki a kezünkből, és akkor itt már csak a jó érzés kell szerintem, hogy egy valaki azt gondolja, hogy én megpróbálok akkor jobban fogyasztani, amit tudok. Nem kell 100%-osan, de egy kicsit próbálok jobban, és akkor ebből lehet visszafejleszteni az, hogy leszokunk a multikról, és közben felépítjük azokat a helyeket, azokat a vásárokat, piacokat, átadási pontokat, boltokat, webáruházokat, hogy ez ugyanúgy menjen, mint a multiba bemenni, hogy bármerre megyek, ott olyat tudok venni és találni, mert azt lehet akkor minden nap úgy alkalmazni, rutinszerűen, ami jobb irányba tekeri a gazdaság, az ökológia és mindenféle problémáknak a megoldó kerekét. Nem szeretnék még véletlenül sem, és nem is az a cél, hogy bármilyen aktuál politikai részre terelni a beszélgetést, csak azt szeretném úgy óvatosan megkérdezni, hogy az egy bármilyen nemzeti kormány részére egy fontos gazdasági programot is megfogalmazott itt az elmúlt percekben, hiszen ennek milyen jelentőség van. Ez gazdaságerősítő, nemzet gazdaságerősítő tevékenység, amivel foglalkoznak és amit csinálnak. Tehát nemzet stratégia, nemzet gazdasági kérdés is az egész. Kaptak bármilyen támogatást az elmúlt években? Felfigyelte önökre bárki, aki kormányzat részről segítette volna ezt a munkát vagy kezdeményezést, amivel önök foglalkoznak? Nekem egy példa eszembe jut, ha már Nyíregyházánál tartunk, ugye a Lego gyár, ez csak egy példa, ez egy multinacionális cég, ugye a Lego, és most fejből pontosan nem emlékszem, de nagyságrendileg az elmúlt 4 évben körülbelül 22 milliárd forint állami támogatást kapott ez a Lego gyár, ami egyébként LMBTQ játékokat készít ebben az üzemben, tehát innen árasztjuk el a világgal a gyerekeknek LMBTQ játékokat gyártó vállalatot. És arról Legóról van szó, amikor én megláttam ezt az adatot, megnéztem, hogy mennyi az éves tiszta profitja, ugye ez egy globális cég, tehát a globális tiszta profitja, és átszámoltam forintra, mert pontosan emlékszem, 785 milliárd forint éves tiszta nyeresége van ennek a vállalatnak, és ezt támogatta a magyar adófizetők pénzéből a kormány. Ezt én teszem hozzá, és az én véleményem ebben a vonatkozásban, hogy ez igencsak elképesztő, főleg, hogyha a családvédő programot, keresztény programot hirdető kormányzat egy LMBTQ játékokat és ideológiát támogató vállalatot ilyen arányban finanszíroz a magyar adófizetők pénzéből. Visszatérve, tehát, hogy önöket megkereste bárki, hogy nem tudunk-e valamivel segíteni, akármilyen formában, bárki az elmúlt lassan több mint 10 évben, amióta kiterjedt a kezdeményezésük országos szintre is? Hát mi se kerestünk senkit. Élveztük ennek a szabadságát, hogy senki felé nem leszünk, nem is tudom, adósak, meg aztán az érdekek, meg ellenérdekek, és ez az alulról jövő... Tehát ez egy ilyen közös érdeknek tűnik, amivel maguk foglalkoznak. Abszolút, abszolút, és ugye hát az emberekbe is mi azt akartuk összehozni, ami közös, az élelmiszer közös. Én a szomszédomat sajnáltam, vagy az ismerősömet, akinek el kell menni, tehát ez volt a mozgatórugó, ez az emberi dolog, és nem felülről, mint a politika, próbáltam ezt értelmezni, vagy próbáltuk értelmezni, és ott mi magunk is a szervezőcsapatban mindenféle emberek voltunk, nem csak képességekben, hanem világszemléletben, bárhogy, és azt kerestük, hogy mi a közös, és ezért nem kifele néztük a lehetőségeket. És hogy ez egy nagyon szép és nagyon jó dolog.
Na hát most talán inkább ezt mondanám, hogy ez a függetlenség, önállóság, szabadság, azt gondolom, hogy nagyon sok embernek kellene. Megszoktuk azt, hogy megmondja az apám, megmondja a főnök, megmondja mindig valami felettes. Jó is, ha bölcset mond, meg engem elringat, simogat, de hogyha esetleg fenyít, akkor nem annyira. És hogy a mai embere az egyrészt ebbe belehelyezkedett, hogy jaj, de jó, ha megmondják, és nem kell gondolkodni, de aztán meg az a gond, hogy nem tudunk gondolkodni. De leginkább azt is gondolom a mai emberéről, hogy ez a nagyon erős individualitás meg azért csak nem szereti, ha neki megmondják, mert ő másképp gondolja. Na és akkor ez a két világ táncol itt egymással, hogy jó, ha mindent megmondanak meg, na nekem nem mondja meg senki, és talán mi ennek a közepén álltunk meg, amikor azt mondtuk, hogy mi, akik összejövünk, gondolkodjunk és szervezzük újra ezt a vérző várost, tehát az emberi sebeket láttuk, és nem a nagyobb folyamatokat, és hát ez maradt végig a fókuszba. És ha már beszéltünk a bizalom fontosságáról, hogy mennyire nagy jelentősége van annak, hogy aki előállítja az élelmiszert, és aki elfogyasztja azt, legyen köztük valamilyen bizalmi kapcsolat, tudjon egyik a másikról. Önök, amikor önökhöz bekerül egy termelő, akármit is állítson elő, önök kimennek hozzá, megnézik, hogy valóban nem a nagybaniról veszi azt a paradicsomot, vagy egyéb helyről. Tehát ez a fajta első kapus, vagy másodkapus idézőjelbe tett ellenőrzési form, ez megvan az önök részéről? Tehát amikor önöknél rendel valaki, akkor úgy támaszkodhat arra, hogy itt olyan forrásból származó élelmiszert vásárol, amiben nyugodtan megbízhat. Hát ugye ennek a világnak a körülményeibe vagyunk, tehát a jogi-gazdasági körülményeiben is, és használjuk is ezt a rendszert, hogy vannak olyan rendszerek, akik a termelőket ellátják engedélyekkel, mindenféle számokkal, és az élelmiszer lánc biztosítását ellenőrizniük kell. Tehát mi erre kapcsolódunk rá, hogy minden olyan partnerrel tudunk csak kapcsolatot építeni, aki ennek a rendszernek megfelelő tagja. De amit mi hozzá tudunk tenni, hogy nem csak elfogadjuk, hogy van egy valamilyen sorszáma, meg engedélye, hanem mi ezt az emberi elemet is hozzá tudjuk tenni, hogy valóban elkezdünk vele beszélgetni, kimegyünk, megnézzük, hogy van ez a földterület, de mi olyan kérdéseket is felteszünk, amit nem szokott a hivatal feltenni, hogy miben segíthetünk, mi a gondja, mi a specialitása. Biotermesztés vagy nem biotermesztő, ha nem bio, mert nincsen végigvéve ez a folyamat, akkor mégis hogyan gondolkodik a földről, az állatról, a termékekről. Szóval, hogy sokkal emberibb a mi, hát ellenőrző rendszer, de inkább minősítő rendszer abban az értelemben, hogy hogyan tegyük bele mi őt a mi kosarunkba. És hogyha valaki már az első érdeklődésnél elszelel, mert nincs is papírja, akkor nincsen vele dolgunk, csak érdeklődni szeretett volna, hogy hogy lehet hozzánk bekerülni. Szóval inkább megint az emberit tenném hozzá, és talán ez nagyon sok ilyen kimenetelnél megesett, hogy izgultak, hogy jaj, megint jönnek minket ellenőrizni, most nincsen rend, most ne gyertek, és mondtuk, hogy de nem ez a lényeg, mi tényleg az életet szeretnénk látni. És amikor viszont mondjuk egy Facebook bejegyzésbe elmondtuk, hogy mit láttunk ott, hogy mit csinál az ember, milyen értéket hoz létre, akkor azon meg elsírták magukat, hogy őket még nem dicsérték meg. Róluk még nem szólt a szó soha. És akkor így alakul ki az a bizalom, amiben tudjuk, hogy a termelőnek, meg a kereskedő tevékenységnek kart karöltve, és egymás segítve, nem egymás ledominálva kellene dolgozni, és talán ez építi a bevásárló közösségek együttműködésében az erőt, amit hozzáteszem, hogy újra és újra építeni kell, mert arra vagyunk szoktatva, hogy az én érdek legyen az erősebb. És ez belénk van kódolva, szóval ez egy másik népművelés, ami ott embertől emberig zajló folyamatokban építünk. És volt már példa arra, amikor azt mondta a termelő, hogy ebbe meg ebbe kellene egy kis segítség, és önök meg tudták adni ezt a segítséget valamilyen konkrétum formájába, hogyha tudná erre egy példát mondani? Van nagyon szép példánk, és még csak nem is a termelő mondta, hanem mi érzékeltük, hogy egy bizonyos termék, a jó minőségű tojás nincs kellő mennyiségben a bevásárlóközösségben, és a meglévő árusok már nem tudtak többet adni, és akkor gondoltuk mi azt, hogy ha nincs már a nyíregyházi nagy piacon se ilyen termelő, akit be tudnánk vonni, akkor a meglévő csapatból biztassunk valakit arra, hogy még ezt vegye be tevékenységnek, hogy tyukot tart és tojás, a tyukokat tojás
létrehozására tartja, és ebből legyen egy olyan volumen, hogy a bevásárló közösségünk nagy vevő számának mindenkinek jut, és miután a vevőknek igénye volt a termékre, náluk volt a pénz, a termelőnél ott volt a tudás és a termelési terület lehetősége, akkor ezt a kettőt kellett összekötni. Erre hoztunk létre egy részvénytársaságot, ez most csak egy név, Aranytojás részvénytársaság, amiben egy közösségi finanszírozással pénzt gyűjtöttük. Ő elmondta, hogy mire lenne szüksége annak a tyúkolnak a felépítését, amiben több száz tyúkot tudna tartani, természetesen a nébik ellenőző hivatalok szabályainak megfelelően, tehát nem egy kis ólacskát kellett összetákolni, hanem egy olyan épületet. Ez egy elég nagy összeg volt, 800 ezer forint. És akkor ezt próbáltuk odaadni a vevőknek, hogy ezt kéne összegyűjteni. 5, 10, 20, 50 ezer forintos névértékben bocsájtottunk ki ilyen részegyeket, amit a vevők bevállaltak, mint hitelt, tulajdonképpen nyújtották a termelőnek. Ennek a pénznek a nagy részét sikerült is összegyűjteni, odaadtuk számára, készítette a tyúkolat, közben a harmadik kezével fotózta magát, hogy ezt mi a vevők is láthassuk, hogy hogyan alakul a mi kis édes tyúkolunk, meg majd benne az aranytojás tojó tyúkocskák. És amikor megérkezett a termék a piacra, akkor ebbe a kis saját szoftverünkbe betettünk egy elemet, hogy először csak azok a vevők tudták megvásárolni, akik részt vettek ebbe az előfinanszírozásba. Ha többlet tojás volt, akkor megjelent a többi vevő számára is. Amikor pedig majd a termékeknek a visszavásárlása, visszafizetése, a hitel megtörtént, akkor válhatott bárki számára elérhetővé. És a visszafizetésben volt még egy olyan emberi tényező, amit mondjuk a hitelt adó bankok nem annyira szoktak elemet használni, hogy amikor eljött annak az ideje, hogy most már van tojás és vissza kéne adni a pénzt, akkor egy vásárlásom során, én mint vevő, ha egyszer vásároltam tőle egy héten, akkor az általa kínált termékek, a zöldség is volt, meg a tojás is volt, a fele összeget levettük a tartozásomból, és a másik felét pedig még ő mindig megkapta pénzbe, hogy tudjon haladni, és a folyamatában ne csak törlesztési kötelezettségei legyenek. És akkor így hoztunk létre egy olyan gazdaságfejlesztést, amihez neki nem kellett bankot, és persze, és milyen jó volt, hogy nem kellett egy banki hitelt, mert aztán ezek a tyúkocskák nem úgy működtek, mint a mesében. Sikerült egy olyan állományt vásárolni, ami nagyon jó lebed, de kevésbé tojt, és akkor neki is bele kellett jönni a folyamatokba, de már elindult volna egy visszafizetési, hitel visszafizetési időszak, hogyha ez egy banki hitel, és akkor ott áll, hogy a természet másképp működik, mint ideális esetben. És esetre, mint a bankárok. Igen, és esetleg egy merev folyamat ezt nem tudja kezelni, mi megértettük, megtanultuk, hogy ez a mindennapra egy tojás, ez egy mondóka is, nem így szó szerint a valóság. Tehát a fogyasztói tudatosság is nagyon nagy lett, hogy megértettük, hogy milyen gondok merülnek fel, az hogy kell megoldani, még megint türelemmel kell válni, szurkoltunk neki, és amikor megérkezett ez a tojás, akkor az tényleg aranyból volt számunkra. Akkor ezt az aranytojás innováció néven be is lehet jegyezni a szabadalmi hivatalnál ezt a nagyszerű kezdeményezést. Gratulálok hozzá. És van egy újabb előrelépésük, ugye Nyíregyházán egy boltot is nyitottak a főutcán, ha jól emlékszem. Hogy jött az ötlet, hogy akkor nem csak átadóhely, átvevőhely ilyet nyitnak meg, hanem egy igazi boltot, egy nagyon jó helyen a főutcát tekintve. Mik az eddigi tapasztalatok, most már több mint egy éve, vagy lehet, hogy talán több, még egy hosszabb ideje. Igen. Mik az eddigi tapasztalatok ezzel a bolttal kapcsolatban? Hát onnan kezdeném talán, hogy ugye a kezdetek kezdetén is azt mondtuk, hogy 113 ezer lakosa van Nyíregyházának, és mi őket akartuk mind elérni. De valahogy kezdjük el az összefogásnak a folyamatát, és erre hoztuk létre a bevásárló közösséget. És teltek az évek, hogy egyre több termelő, egyre több vevő, egyre összetettebb átadási folyamat, de hát nem tudjuk elérni csak 250 családot per hét. Vagy ha nagyon megtoljuk, mert mindig költöztünk nagyobb helyekre, akkor 300. Utána már a nap ad egy határát
határt annak, hogy hány termelő tud délelőttben jönni, és hány vevő tud a portékájáért jönni. És miután a kezdetek kezdetén is messzebb láttunk, csak nem tudtuk a tizedik lépést meglépni, hanem csak az elsőt. Ezért ez a bolt, hogy egyszer majd egy bolttá is alakulhassunk, ez úgy ott maradt valahol az idea világába. De amikor már kellő nagy volt a bevásárlóközösségünk, és elérte a határait, akkor láttuk, hogy nem itt kell tovább lépni. És persze hát a vevők is mondták, hogy elfelejtettem rendelni, lemaradtam, nem tudok pénteken jönni, elutazok, stb. Tehát a fogyasztói igény is az, hogy ehhez az előrendeléshez viszonylag kevesen tudnak alkalmazkodni, miközben a multi meg kínálta azt a lehetőséget, hogy csettintésre mindenhol minden ott van, vagy ott lehet. És ezért volt az fontos, hogy van a piac, ami hetente egyszer van Nyíregyházán, vagy kétszer, de a hétköznapi nap az nem erős, tehát tulajdonképpen szombaton értékesítenek úgy igazából a termelők. Van a bevásárlóközösség, ami szintén egy napról szól. Nálunk akkor is forgalom van, ha zuhog az eső. A piac azért már csökkenti a forgalmát, ha zuhog az eső, és nem mennek ki az emberek. És építkezzünk tovább. Hogy mi van akkor, hogyha nyitunk egy boltot, ahova reggeltől estig a hét minden napján be lehet jönni. Sőt, most már elindítottunk onnan egy kiszállítást, és mint a pizzát egy órán belül meg lehet kapni a bolt kínálatából. Tehát, hogy nyissuk azokat a kereteket, hogy minél több ember több élethelyzetébe, ebben a rohanó világban elérhetővé tudja maga számára tenni a helyi termékfogyasztást, hogyha ezt el tudja fogadni, akkor meg is tudja tenni a lépéseket. Akkor is, ha kismama, ha nagymama, ha multinál dolgozik, ha nincs ideje, ha szóval minél több eszköz, és akkor így indult el, hogy pénzünk erre sincs, csak látjuk a folyamatot. Ha ment az aranytojás, akkor fog menni egy másik formába is, és szintén egy közösségi finanszírozáshoz nyúltunk, de ebben az esetben már nem egy hitel, hanem egy valódi adományozói pénzt vonzottunk be, és hát egy éves kampány eredménye, amiben a termelők, fogyasztók és a város nagy pártolói, akik csak messziről néznek minket, de nem tudunk rendelni, mert valahogy ez az előrendelés számukra nem volt elérhető. És hát tulajdonképpen egy évi gyűjtéssel, és az utolsó egy hónap, amikor kimondtuk, hogy akkor indulnánk, ez az a helyszín, és most már egy hónap alatt be kell laknunk és indulni kell, akkor olyan erővel indult meg felénk a vállalkozói szférától is a pénz, volt, amikor pénzt adtak, valamikor képességüket, tudásokat, a tűzvédelmet, a HCCP rendszer kiépítését, tehát ki mit adott hozzá, hogy tulajdonképpen megalapoztuk egy bolt nyitásának a lehetőségeit. És akkor természetesen az történt, fél évig csak a hála áradat hullott ránk, hogy jaj, de jó, hogy ezt a témát így hordozzuk, hogy már bolttá is váltunk, hogy de szép a bolt, és hát mi a bolt neve. Többszörösen is értelmezhető a mi boltunk, mert mi adtuk rá a pénzt, helyi és hazai termékeket, ugye itt már tovább léptünk, mert minden területen szűkös a helyi adottság. Ki kell egészíteni a hazai termelésnek a termékeivel. Egyrészt, mert egyik vidék sem, mindenhol leépült a helyi gazdaság, tehát nincsen minden. Másrészt sok termék nem is lehet minden területen ideálisan megtermelni, tehát az ország bizonyos pontjain ideális annak a termesztése, meg hát a gazdaság mai szerkezete is, és itt már egy klasszikus kereskedelmi egység alakult ki a boltunkban, és hát az ország nagyon sok pontjáról gyűjtöttük össze azokat az élelmiszer termelőket, akik messziről szállítják hozzánk a termékeiket, de a friss termékekben természetesen a megyei, helyi vidéki, tehát a Bokortanyák vidéke, az Nyíregyháza perem területe, vagy a megyeiből, vagy a megye melletti határvidékekről származó friss termékeket. Tehát ezt a lépést, hogy amit lehet a legközelebbről, és ami nincs közelről, azért nyúlunk a távolabbi pontokra. Ezt a termékösszetételt vittük tovább. Ugye egy kicsit keretbe tegyük ezeket a gondolatokat, helyi, hazai önellátás, öntudatosság, ezek már nagyon régóta a magyar köztudatban benne vannak, sőt a magyar nemzeti öntudatnak a részei. Két világháború közötti időszakban volt egy hasonló csodálatos kezdeményezése, az úgynevezett Hangya Szövetkezet, aminek az elnöke, vezetője, vezető közgazdásza Almási Balogh Elemér volt. 700 000 tagja volt ennek a közösségnek. Ezt a könyvet tartom a kezembe, amit a szerző írt röviddel a halála előtt. Sajnos nem érte már meg ennek a könyvnek a megjelenését a 30-as évek végén, tehát ennek egy újra kiadása jelent meg nemrég. És amikor ezt a könyvet szerkesztettem,
akkor pont arra gondoltam, hogy mintha ez a kosárközösség, hálózat, gondolatrendszer, mint ennek lenne az eszmei folytatója, amit a 20. század legnagyobb magyar közgazdásza elindított. Kevésbé közismert az is, hogy az első közgazdaságtudományi egyetemet azt a Hangya Szövetkezet keretében hozták létre, és maga Almási Balogh Elemér volt ennek a kezdeményezője, ugyanis fontosnak tartotta, hogy a Magyarországon a magyar szemléletű, magyar öntudatú közgazdászok is tevékenykedjenek. Mennyire tartja a rokon gondolatnak a két világháború közötti hangya mozgalmat azzal a tevékenységgel, amivel önök foglalkoznak? Hát nagyon érdekes volt olvasni ezt a könyvet, amikor hozzánk került, és bizonyos részeknél, amit mondhatom, hogy nem is úgy fontos, mint hogyha nem a lényegről írna, hanem csak úgy valamit a Balogh Elemér. Egyszerűen le kellett tennem a könyvet, hogy hát ez én vagyok. Ugyanazt a lelkületet éreztem, amikor például arról ír, hogy ugye a külföldi karrier az már szinte készen van számára, és a Károlyi gróf hazahívja, és azt írja a Balogh Elemér, hogy valami újat létrehozni, ezért jött haza, és hagyja ott a jó állás lehetőségeket, vagy kínálatát, tudva azt is, hogy itt nem a jól fogok keresni, hanem valami újat létrehozni. És hát gondolom, én itt így megálltam, hogy nem kapok levegőt, hogy ez mintha én lennék, vagy ugyanezt a lelkesültséget érzem magamba. És aztán a több társunk is olvastuk ezt a könyvet, és egymásnak telefonálgattuk, hogy itt meg ezt írja, ott meg azt írja, amit hasonlóan működtetjük. És hát ugye ebben a könyvben is szerepelnek nem annyira pontos adatok, de megmutatják ennek a helyi, hazai, és még egy pár dolgot hozunk be külföldről, ami már nagyon nincsen a magyar gazdaságban, és még mit viszünk ki, ha már olyan sok van nekünk, mert hát a globális gazdaságban mégiscsak egymást, az emberek testvériesen megosztják a javakat, elv kéne, hogy működjön a marabló gazdaság. Szóval abszolút, és hát ettől el is érzékenyül az ember, hogy most ebben a globális világban, amikor már még kitettebb a társadalom a gazdasági folyamatoknak, a pénzszivattyúknak, hát ennek az egész nagyon fura rendszernek, ami körénk épült, egy észre vettük és körénk épült, hogy akkor itt most hogyan is kell ezt értelmezni. És azt gondolom, hogy minden nap értelmezni kell ezt. Szóval nincsen kész, hogy akkor a bevásárló közösség sem ad mindenre választ, de nagyon sok mindenre ad választ, és mutatja azt a fogyasztói gondolkodást, amit minden ember átállíthat. És majd lesznek emberek, akik a szervezést egy kicsit jobban hordozzák magukban az életükben, és akkor hozzájuk majd idomulnak. És az is gondolom talán, hogy a mostani közgazdaságtan is tévúton van, amikor ezt a rabló gazdaságot engedi a folyamataival növekedni. Nem tudunk hátat fordítani neki, de vannak alternatívák, amit tudunk mozgatni, és ezt senki nem tiltja. Úgyhogy abszolút, abszolút tudok vele azonosulni. Köszönöm szépen. Sajnos az időnk lejárt. Ez csak egy kis bepillantás volt abba a világba, hogy mi a lényege a kosárközösségnek. Keressék országos szinten is a helyi kosárközösségeket, próbálják a vásárlásaikkal azt az ideát, eszmét is támogatni, hogy helyben maradjon a pénz, helyi termelő, egészséges élelmiszereket fogyasszanak, hiszen magyar mondás az is, hogy amit ettél, azzá lettél. Nagyon fontos, hogy mit eszünk, mivel táplálkozunk. És személyes példából is tudom, hogy nem olyan egyszerű átállni arra, hogy az ember nagyjából 100%-ban leváljon a nagy multihálózatokról. Mi a családunkkal már egy nagyon jó ideje, még egyszer mondom, szinte 100%-ban meg tudtuk oldani. Egy minimális tervezés szükséges a élelmiszerünk felhasználásával kapcsolatban, a főzéssel és mindenféle egyéb dolgokkal kapcsolatban, de meg lehet oldani, tehát egy kis öntudatosságunk legyen, ne vigyen el a kényelem olyan irányba, ami mindenkinek rossz, nekünk is rossz, az országnak is rossz, és amit mostanában sokszor is szoktam mondani, hogy figyeljenek oda, vigyázzanak a kényelemre, mert az a sátánnak a mennyasszonya, úgyhogy amennyire lehet, tartózkodjunk tőle, és próbáljunk öntudatosak lenni, és figyeljünk arra, hogy mit eszünk, mit fogyasztunk, mit gondolunk, és még egyszer köszönöm, hogy Palicz Ildikónak, hogy vállalt ezt a mai beszélgetést. Ne menjenek messze, egy pár percen belül azonnal folytatjuk egy másik témában. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.